Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, délreállunk, mondjuk tovább, mindjárt, csak ugye folyamatos forgalom van. Mintha csak ez az egy utca lenne az egész kibaszott városba. Na, szóval üdvözlök mindenkit, ez most megint egy ilyen úton haladós, engem elkísérős, napi rutinos vlog. Illetve nem napi rutin, ez így hülyeség, de rutin, mert már megint vásárlási célral megyek, illetve csak vásárlási célral. Szóval ez megint egy ilyen semmilyen vlog, ami nem szól effektív semmiről, csak arról, hogy jövök, megyek a városban, ügyet intézek, stb. De hát ezt ti szeretitek, ugye? De ha nem, akkor is ezt kapjátok. Na, első úti célunk az a patika, mert hogy úgy néz ki, hogy új patikusok lesznek, sajnálatos módon, és ami eddig könnyen ment az utóbbi hónapokban, vagy viszonylag könnyen, azt most megint előről el kell kezdeni, tehát az állít, hogy nem találják a rendszerben, nem ilyen néven van. Jó, hát megcserélik a vezetéknevet a keresztnévben, meg ilyenek. Szóval, hogy eddig legalább az működött, hogy volt egy ember, egy patikus, aki csak rám nézett, és már tudta, hogy mit akarok. Már megszűnt létezni, mert emberünk a jövő héttől nincsen. És jövő hét utántól pontosabban. De már most is hiányzik néha. És amikor hétfőn mentem patikába, akkor úgy nem igazán sikerült összeszedni a cuccokat, de nem mondták, hogy mikor lesz a többi, ugye? Úgyhogy most utána kell járnom, hogy akkor most megint mi van. Mert annak a gyógyszeradagnak, ami havi fel van írva, anyósomnak meg páromnak, de annak kb. A felét sikerült teljesíteni. Úgyhogy most megyünk a patikába, és akkor megkérdezik, hogy mi az anyát itt van. Na, hát fél óra után végeztem a patikába, és még így sincs teljes értékű siker, mert páromnak a gyógyszeri még mindig nincsenek meg, egy kivételővel. Egyet megtaláltam. Meg ugye nem havi rendszerességi. De itt közben megy a Rontom bontom. Csak úgy mutatom. Tehát ugye a volt városháza, amit a gyógyszor töltött, itt a gyógyszorban építettek. És most jutottak el, hogy ennek már 2 éve nem kéne állnia, sőt több mint 2 éve, 2 éve nem kéne állnia, de most jutottak el, hogy egyébként elkezdték bontani. Na mindegy. Na, most megyünk egy másik helyszínre, konkrétan elektromos cigitkől venni a nyugat, a hanyunk. Nem a nyósomnak kell venni, hanem hogy sietnek, ne jönnek. Illetve nem elektromos cigi, mert ugye én nem dohányzik, hanem ilyen... Jó Istenem! Hát majdnem elektromos cigi, csak CBD olajhoz kell, az a lényeg. Na, szóval megyek beszerzős céljából neki hozzá, és akkor... Ugye, és akkor majd jelentőre maga is végeztem. Na, ez is megvan, még sincs este. Most még, bár már sötétedik egy kicsit, vagy borul be, vagy nem is tudom. Na, hát akkor mehetünk a következő helyszínre, azt hiszem. Mert még van dolg ezzel. Egyébként meg nagyon gondolkodtam, őszintén szóval, hogy lehet, hogy túlvállaltam magam mindenre az egyetemmel, egy kicsit. Mert hogy mindenért velem. Időben is, legalábbis abban a tekintetben, hogy ugye vannak olyanok, akik kurva ráélnek, mert nincs se kutyája, se macskája, persze, hogy ráél egyetemista lenni. És aztán még jobban is beszélje az angolt, mint én, ami nem lenne nehéz feltétlenül. De nekem ugye van egy mozgássérült feleségem, akit el kell látni, állandó orvosi időpontokra rohangászunk, mindig van valami, mindig valami föl kell baszni az agyamat, így nem lehet normális egyetemi egyetemek, na, szóval vizsgai időszakban részt venni, meg készülni, meg mit tudom én, meg leadandó dolgozatokra készülni, tehát ezt így nem lehet normálisan csinálni. A másik fel meg az, hogy hívják, hogy ugye megkaptam a jutalékot, vagy hogy mondjam, tehát a diákhitelt, de az apot ki is törölhetem, mert izé, az, amit kaptam, azt ugye egyrészt 4 hónapra kell beosztani, másrészt meg az túlnyúlni, viszont arra pont elég, hogy ebből adódóan kivegyék tőlem, vagy elvegyék tőlem az univerzációt például, meg az önkormányzati támogatást például. Aztán majd lesek kifelé a lyukon, mi? Na, jó, megyek tovább, majd még jelentkezem. Na hát kb. Rám esteledett. Esteledett. Na, csak kimondom. Egyébként itt van, hogy forduljak. Ott messzire, innen legalábbis messzire látszik, vagy messziről látszik, ha látszik, akkor nem látom. Aha, na szóval ott van a régi típusú épület, az újan van, és a mögött van a Halliwell Jones stadion, Wellington egyik büszkesége, jelenleg a legnagyobb büszkeség, hiszen itt rendezik a rögbi világbajnokságot. Nálunk, Rontomban, érted? És a világ összes rögbi csapata ide jár. Ja, tudok kukásautó megyen. Jó, hát szerintem ennyi volt, ezt mondom, ez ilyen semmilyen vlog volt, tehát ugye, semmi fontos nem volt benne, meg semmi fontos nem történt benne. Egyébként lehet, hogy itt ahol most itt is egy ilyen young campus van, ahonnan jön a szövegelés. Itt volt a rögbi világbajnoksággal kapcsolatosan van valami. Na, szóval elég volt ennyi szerintem. Bőven, a semmiről bővebben beszélni, nem is kell. Úgyhogy én is jó helyet választottam. Pofájna mindegy. Szóval köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommentet, a donation, pláne most ugye megint szegényedik az eklézia, és akkor majd találkozunk. Ha máskor nem, akkor majd egy hét nézőben. Na, bye, everybody. Legyetek jók!